Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Nuala részére. Kedves Nuala, üdvözöllek téged. Te szeretnéd tudni, hogy ő visszatér-e hozzád? Szeret-e téged? Ehhez választottam ezt a jóslást, a szerelem kertje. Ebben a parkban van egy szerelmes pár, ez a hölgy téged szimbolizál, és ez az úr őt szimbolizálja. Először megtekintjük a te érzelmeidet. Erre utal ez a torony. Nálad vannak ezek a belső küzdelmek, harcok, várjak-e rá, vagy sem, ilyen kérdéseket teszel fel magadnak. Ez nem könnyű neked, mert te érzed ezeket a csalódásokat, ahogy veled bánt, így minden összeomlott. És hogy érzi ő magát veled szemben, veled kapcsolatban, ezt mutatja itt ez a csillagkép. Ez szerencsét hoz. Ő még mindig bízik abban, hogy te vársz rá, és ha nem sikerül az ex-szel ez a kapcsolat, akkor visszatér hozzád, és szerencséje lesz. Ez a csillagkép utalhat arra is, hogy ez a párkapcsolat köztetek meg van írva a csillagokban, tehát van köztetek egy ilyen lelki kapcsolat. Most megnézzük a te gondolataidat, vagy azt, hogy mire kellene gondolnod. Ezt mutatja itt ez a kártya. Légy visszahúzódó, ne jelentkezz nála, és vedd kezedbe ezt az arany érmét. Az jelzi azt, hogy mennyire értékes vagy, és ezt ő el kell, hogy fogadja, és bíz a te értékeidbe, a belső értékekbe is. Ne rohanj utána, hanem kell, hogy ő értékeljen téged. Ez legyen a gondolatod, ezek legyenek az elvárásaid. És mi az ő gondolata? Itt uralkodik, mint egy király a tűz eleme felett. Ez mutatja a bátorságot, a lelkesedést, de a testi kapcsolatot is, az hiányzik neki, de ő nem tesz irányodban most semmit, hanem várakozik. Várakozik, hogy te hogy reagálsz, mi fog történni. A háttérben van egy hölgy, mert ő kibékült a volt barátnőjével, és mi a kapcsolat kettőjük között. Itt van veszteség, az anyagiak játszanak egy szerepet, mert itt vannak az aranyérmék. Ez a hölgy kihasználja őt anyagilag, és ő sebzettnek érzi magát. Megbántja őt. De az is lehet, hogy ő bántja meg ezt a hölgyet. Nincs köztük jó kapcsolat, itt veszteség van és fájdalmak. Mire kell, hogy te odafigyelj, milyen hatás lesz rád a következő időben. Légy kicsit türelmes, mert itt minden kivirágzik, és ő értékelni fog téged. Ez a kártya jelentheti az anyagiakat, a munkahelyi viszonyt is. Előfordulhat, hogy ezen a területen lesznek változások. Mit fog ő tenni? Itt megint az érmék vannak, az anyagiak, és itt ezen a képen látható az egyik gazdag, a másik kap valamit ebből, a harmadik meg oda néz, és nem kap semmit. Igazságtalanságok.
De mivel itt is veszteség van, anyagi veszteség, és ez utal erre a kapcsolatra közte és a volt barátnőjére, ez a hölgy anyagilag kihasználja őt, lesz veszteség és igazságtalanság. Ez a hölgy kihasználja őt, itt van veszteség, és az, hogy ő adott valamit, és ezt a hölgy elvette tőle, az, ami történt, azt el fogja mondani neked. Mi következik nálad a következő időben, vagy mit kell, hogy tegyél, ezt mutatja itt ez a kép. Őrizd meg a belső nyugalmadat. Ne tégy irányába semmit. Ő visszatér, magától visszatér. Itt ez a kép, ez egy szent kép, ez pontosan az, ahogy te elképzeled a jövődet. Őrizd meg ezeket a belső színeket, ezt a belső képet, az, hogy ti újra együtt lesztek, és ne add fel ezt a szerelmet. Ne add fel őt. Mert én biztos vagyok abban, hogy ő visszatér saját magától hozzád. Ebben a parkban van egy szökőkút, és mutat egy kiutat, mutatja a jövőt, hogyan tovább, mi várható rátok. Itt van ez a király, a kezében a kehely, ami az érzelmeket mutatja, ő ki fogja mutatni az érzelmeit. Ő nyitott erre, és ő visszatér hozzád, nem csak azért, mert keresi a testi kapcsolatot, vagy a kommunikációt, hanem azért, mert a kezében a kehely van, mert ő szeret téged. Most megkérdezem az Ingát, visszatér hozzád, mert szeret téged? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, ő visszatér hozzád, mert szeret téged. Ha az Inga balra fordul ki, akkor az azt közli, hogy nem jön vissza. Amennyiben az Inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Az Inga válasza, igen, ő visszatér hozzád. Kedves Noala, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!